Sziasztok, jó reggelt! Reggeli gondolatok. Sokan visszajeleztek, hogy örültek, hogy láttak már végre. És igen, mondtam is, hogy el vagyok tűnve, meg el is leszek. Próbálok kicsit magamba szállni. Nem is a gondjaimról akartam most mesélni. Most szerda van, én szeretem a szerdákat. Jönnek a főnökeim, az ellenőrök. Aztán John 80 éves, Dominik 70-es éveiben van. De nem mondanád meg, mert szellemileg nagyon fittek mind a ketten. És itt egyébként más ennek a kultúrája, tehát idős emberek 60 felett dolgoznak, sokan nem is akarnak nyugdíjba menni, mert ők szeretnek dolgozni. Illetve ez az életük, aztán nem tudnak magukkal utána úgymond mit kezdeni, nem úgy van, mint otthon, amit én is láttam például, hogy mamám nyugdíjas volt és kiült a kis kapu elé, hanem itt jönnek az emberek, és fitten tartják magukat, mentálisan is. Én nagyon szeretek velük beszélgetni. Mindig tanítanak valamit, valami old slanget, vagy például elvittem Ninácskát, John meghívott a farmjára, mondta, hogy menjünk nyugodtan, aztán elvittem Ninácskát, és olyankor jön rá az ember, hogy itt a sok millió játék, tényleg minden, amit el tudsz képzelni. És tudod, mi a fontos a gyereknek? Az, hogy legyenek barátai, illetve az, hogy kicsit szabadnak érezze magát. Olyan felszabadultan játszott ott a csirkékkel, szerelmes lett a csirkékbe, azt mondta. Én hát olyan okos. Azt mondta, mielőtt hazajöttünk, hogy na jól van, anya, akkor kérdezd meg John-t, hogy vihetünk-e tojást, de nem csak tojást, vettem tojást tőle, de nem csak tojást, hanem akkor hozzunk el egy női csirkét, meg egy férfi csirkét, és akkor nekünk legyen otthon kis csirkénk. Mondom neki, hogy na jó, jó, a tojás, na most egy kicsit befejeztük, de szaladgált, barátnőm, nem is barátnőm, hanem kollégám, aki, hát úgy barátnőm is egyébként, elhozta a lányát, az ő lánya téven 10 éves, és Ninácska vele játszott, illetve szaladt a csirkék után, a tyúkok után, fogta, felemelte, simogatta, neki ez nagyon-nagyon tetszett, és olyan jó kis pillanatok voltak, tényleg jó rá visszaemlékezni. Tehát, ja igen, és azt akartam mondani, hogy ott van John, aki 80 éves már, és még mindig az elnöke a tűzoltóságnak, az én főnököm is, zoning és building inspector, akkor a farmját is operálja, valamint a lovasklub elnöke. Tehát a felesége meghalt Melrákban évekkel ezelőtt, most van egy barátnője, aki nagyon-nagyon szép nő egyébként, most aki elköltözik South Carolina-ba, aztán kicsit szomorú John, de olyan jó fej egyébként, a szarkazmusban nagyon nagy, aztán mindig beszól valamit, de én meg nem veszem fel, nem olyan vagyok, aki érzékeny, aztán mindig visszaszólok valamit. Múltkor fel kellett hívnunk valakit, aztán ott ült a székben, én meg előtte beütöttem a telefonjába a számokat, hogy felhívjam azt, akit kellett, és akkor beszólt, hogy de tudok én is olvasni a számokat. Mondtam, hogy azt én tudom, hogy te tudod olvasni, de azt is tudom, hogy nehéz az írásomat kiolvasni, és nem akarom, hogy beszólj, úgyhogy inkább beütöm a számokat. Aztán csak nevetett, hogy jól van. Akkor valamit mindig beszólj, nem jól mondom az utca neveket, akkor kiavít. Van egy ilyen utca, az a neve, azt mondtam, hogy Sailor Mill, de Sailor, Sailornek kell mondani. Aztán ilyenkor nagyon helyesen kijavítgat. Vagy Dominik az olyan, hogy a gondolatai szikráznak az egyik helyről a másikba, aztán belekezd valamibe, de be se fejezte azt, és már is másut van. Aztán próbálom kitalálni, hogy most mi hol van. De egyébként olyan, hogy megmondja, hogy most ezt az engedélyt le kell zárnom, de az utcámet nem tudja, de elmondja, hogy a zöld és a piros ház között van, itt meg ott, és akkor találjam ki. Kitalálom, megoldom, de ilyen. Most Floridában volt pár hétig, most jött vissza, aztán mondta, hogy ott akar házat venni. Dominik egyébként nem mondanád meg róla, de a fél város az övé. Hoteljei vannak, sok befektetése. Azt hiszem 12 háza van, amit kiad. De most ezzel kapcsolatban kijött egy új törvény. A mi városunk írta ezt a törvényt, mivel a városiak New Yorkból nagyon-nagyon sok házat felvásároltak, hogy kiadják ilyen Airbnb-n, és ezt le akarjuk állítani. Azt akarjuk, hogy a kis embereknek, mint én, elérhető legyen egy ház, nem pedig 500 000 dolláros házakat
tegyünk a marketre, és most ezért jött ki egy törvény. Majd erről mesélek egy kicsit többet. Kijött ez a törvény, tehát most ezt nekem kell majd regisztrálnom. Tehát én most megírtam ezt a regisztrációs lapokat, és egy hónapon belül ezt elkezdjük majd. Tehát ez úgymond plusz munka, nagyon-nagyon sok plusz munka az én asztalomon, amivel el fogok boldogulni, de ahogy mondtam, nem tudom még, hogy pontosan ez hogy lesz, tehát ezen dolgozok mostanság. Ha ez érdekel, akkor majd beszélek erről is kicsit többet, de na, most mennem kell a munkába. Sok puszi, sziasztok! Várunk a buszra, Ninácskával. Ninácska, milyen nap van ma? What day is it? St. Patrick's Day. What does that mean? You have to dress green? Yeah. Show me your ring. There you go. Happy St. Patrick's Day. Send that beautiful Paula $100. Look at that, they're all... Are they? Oh, they're pink! They're little pink piggies. They're so cute. I want it. You want one? Yeah. But it's gonna look like this one. Hi. Where are you gonna put it when it grows this big? They are cute. She's checking out her baby. Yeah, I think she's just protective, like a mom. Good mom. She's a good mom. What is she doing? I think she's eating. I'm drinking. Are those cobwebs? I think so. Ooh, that's so creepy. Hey, it's cobwebs. Yeah. But look at those babies. How cute are they? Oh, it's so adorable. Oh my god. It's like a... Probably about the size of the head. That's dying. I said he's smiling. Don't eat his hair. Really? I see you. Watch her now, she was red. That's it.